mai videóban azt szeretném bemutatni, hogyan lehet hangos könyveket, audiobookokat rendben tartani Linux alatt. Azaz a feladatunk annyi, hogy egy cikkben bemutatott az elektromos könyvtárból letöltött hangos könyvek között hogyan tudunk rendet tenni. De ugyanezt a gondolatot más hangos könyvre, vagy esetleg más audiotermékre is át lehet vinni. Én azt mondom, hogy letöltés után érdemes egy könyvtárban normálisan rendet tartani a hangos könyveink között. Nekem erre van egy könyvtáram, amibe én úgy szortírozom szét a fájlokat, azaz a hangos könyveket, ahogy számomra megfelel. Nézzük is meg, én hogyan csinálom. Ez nem azt jelenti, hogy így kell csinálni, ez csak azt jelenti, hogy nekem így vált be. Én egy rendszert tartok a hangos könyvek között, ami azt jelenti, hogy egyrészt bármelyik zene lejátszóval normálisan, ami az ID3-as tegeket kezeli, be tudjam rendezni abban a programban az én hangoskönyveimet, és még fájlkezelővel is tudjak keresni benne. Azaz akár egy speciális program, akár egy mezzei fájlkezelő, akár a Space FM, hiszen én azt használom, abban megtaláljak mindent, és le tudjak játszatni egy akármilyen zene lejátszóval. Azaz rendet kell tartani. A rendtartásnak az első feladata véleményem szerint, hogy az összes audiotermék, amit ebbe a kategóriába besorunk, egy könyvtárban legyen elérhető. Ez teljesen mindegy, hogy hol van, elérhető legyen, és egybe a berendezett, összerakott hangoskönyveink legyenek átlátható rendszerben az adott könyvtárban. Az én rendszerem nagyon egyszerű, van, aki írta, van a címe, és van, aki felolvasta. Azt hiszem, ez egyértelmű, ez egy kellemes, jól összerakható és átlátható gondolat. Azaz, hogy letöltötted például az általam ajánlott 270-280 darab hangoskönyvet, amit ingyenesen el tudsz érni, akkor egy kis manuális munkával a szerző, a cím és a felolvasó kategóriát hozd létre és rendezd be így a könyveidet. Tehát a könyvtár neve legyen ez, meg tudod találni, hogyha egy szerzőtől keresel valamit, akkor csak rákeresel és ott lesz. A következő gondolat a fájlokat is így rendezem át, egy szkripttel nevesítem át. Azaz megvan a könyvtárnév átnevezése megfelelő szabvány szerint, és egy szkripttel, egyszerű szkripttel, nézzük is meg a szkript felépítését, sorszámoz, szkriptnek a neve, nézzük is meg. Hoppá, áttesszük ide, lehet látni, hogy az RNM már bemutatott termékkel, kis programocskával nevesítem át, a könyvtár neve legyen a fájl neve, és legyen ez már ezeket a kiterjesztéseket, ezekkel a kiterjesztésekkel lévő fájlokat besorszámozni egy normál, natur sorszámozással. Azaz itt lehet látni, hogy az első rész, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik ilyen képet fog mutatni. Miért fontos az ilyen kép? Mert a fájl névből fogom legenerálni az ID3-as tegeket, azaz azt, amit a program fel fog ismerni. Nézzük is meg, melyik programot használom. Nyissuk is meg az ACTag, azaz az ACTag nevű programmal rákattintunk, egy kicsit molyolog, és meg is jelenik szépen. Nézzük meg, hogyan lehet ezt átnevesíteni, ha már egy normális fájl neved van, fordítva is meg lehet tenni az ID3-as tegekből, át tudod nevesíteni a fájlneveket is, tehát elég jó kis programocska, meg kézzel is bele tudsz írni. Na, lényeg az számunkra, hogy rákattintunk, és megnézzük, a nézet alatt van olyan, hogy feldolgozó megjelenítése, és címke kitöltés, fájl átnevezés, vagy a mezők feldolgozása. Nyilvánvalóan nekem a címkéket kéne fájlnévből megalkotni, és itt leírt, szépen leírt, egyértelmű gondolat és parancsok szerint ilyen helyettesítő, általános helyettesítők szerint be tudod rendezni. Azaz megvan a fájlnév, amit előbb láttatok. A P az mit jelent? Azaz zeneszerzőt, a kompozer mezőt fogja kitölteni. És természetesen a következő, a B az mi? Azaz albumot fogja kitölteni, azaz adott műnek a címét. A A betű mit jelent? Meg tudod nézni az előadót, és utána, hiszen ilyesmi
amivel már foglalkoztunk, ilyen helypótlók, szabványos kifejezésekkel, utána van egy szünetjel, azaz egy space, majd egy nulla jön, és a nulla után lévő akármi számot írja be a számok a N helyére, tehát a sorszám egymás után következő sorszámok helyére. Majd fájl vizsgálata, bezárjuk, és rákattintunk erre. Ha több ilyet szeretnél, tehát mindjárt mutatom is, mire gondolok, nézet feldolgozónak a beállítása, nyilván van az első, nem csak a kompozer, tehát a zeneszerző, hogy így nevezzem, hiszen ez zenékre készül, hanem ténylegesen az elején az album előadó, én az album előadót használom arra, hogy oda beírjam a mű szerzőjét, tehát a regénynek, vagy a versnek, vagy akárminek a szerzőjét, azaz a következő lépés az lesz, hogy a P betűt kitörlöm, és azt átírom mondjuk az előadó, vagy album előadó, vagy akármire, és azt a mezőt is ki fogja tölteni, tehát szépen sorba ezeket kitöltögetem, nem felejtek el a fájlok vizsgálatára kattintani, majd bezárás, és erre a lefele mutató kis ikonkára kattintva be fogja írni, beírná, hogyha ezt át szeretném iratni, a tegekbe azokat a kifejezéseket, azokat a stringeket, azokat az értékeket, amit kell. Tehát szépen beírja, hogy sivatagi őrjárat, előadó Engler József, a album előadója, tehát az album előadója nekem a mű szerzője, az album, hát ez az album, ami megegyezik a címmel, a műfajt én kézzel ki kellem tölteni, hiszen a névben nem szerepel, majd a megjegyzésbe beírja, hogy hát bizony ezt ő csinálta, tehát egy kis ilyen önreklám, majd a zeneszerzőt természetesen kitöltettem, hiszen a zeneszerző, a kompozer számomra egy fontos dolog, hiszen a következő programocska ezt fogja majd felismerni, és az eredeti előadó, szerzői jog, egyebeket, ezt kitöltötték már letöltés előtt a könyvtárban, és ezeket változatlanul hagyjuk, kézzel is át lehet itt bármit írni, és be is csukatjuk, lefut. Lefut az összesre, amire nekem kellett, és már a tegekben bent van. Ahogy mondtam, én a Kozi nevű eszközt használom, ennek a honlapját belinkeltem a cikkbe, ha valaki esetleg a tárolójában nem találja meg. Aki Arch alapú Linuxot használ, esetlegesen problémába ütközhet, hiszen a Kozi név alatt ilyen, mit tudom én, milyen felhő akármi van. Hát igazából, hát aznek nem sok köze van hangos könyvekhez, azaz nézzük már meg, mert föltelepítenénk, hogy nem ezt, hanem a Kozi kötőjel Audio Box nevű terméket. Tehát ami kell nekünk, azt kell feltelepíteni. Azért figyelj rá, mert én belefutottam abba, hogy mondtam valakinek, hogy Kozi, COZY, megkeresett, föltelepített, és neki nem sikerült, mert nem nézte meg, hogy több hasonló nevű termék is van. Nézzük is meg, mit tud ez a kis eszköz. Elindítás után ő nem ezt a képet fogja neked adni, hiszen én már beimportáltam azokat a könyveket, amikkel elkészültem, tehát be vannak rendezve, szépen össze vannak vágva, illetve úgy mondom, össze vannak rakva az idétegek, azaz mit tud? A program használata nagyon egyszerű, lehet látni az előzőekben hallgatott könyveknek a felsorolása, éppen mivel most raktam be, nem hallgattam még a autor, a készítő az írónak a nevét felsorolja, illetve a felolvasó neve szerint be fogja rendezni neked, tehát így is, úgy is tudsz keresni, van hozzá könyv, nyilvánvalóan amire rákattintasz, az elkezdi majd lejátszani. Hogyan lehet ezt használni? Természetesen elindítunk egy könyvet, és szépen kírja azokat a fejezet címeket, ha vannak, amik éppen az idő 3-as tegekbe ott vannak. Szépen néz ki? Igen, szépen néz ki. Egyértelműen használható eszköz kapsz. Ezzel a kis nyilacskával tudsz elindítani, illetve leállítani, ezzel is le tudod állítani, meg ezzel is le tudod állítani, amire kattintasz, az fog elindulni. Nem okoz gondot következő, hangerőszabályzó, nem túl szép, nem túl jó, tehát nem elég hosszú szerintem ez a hangerőszabályzó, és nem is pontos, én a Pulse Audio-nak a pluginjét szoktam használni, illetve eszközét, beállítását, és ezzel állogatom a hangokat. Kis trükk, mert igazából ez nem annyira pontos. Oké,
Ez van, kírja a nevet, meg át a hosszát és hol tart, meg itt is kírja a hosszát és hol tart. Ez igazából idáig ugyanolyan, mint a többi. Van egy ilyen kis sebességszabályzó, általában nem szoktam használni, hát nyilvánvalóan egy hangoskönyvnek a lejátszása nem fél, és nem kétszeres sebességgel működik, de esetleg egy zeneszám vagy egyébnek a lejátszása talán érdekes lehet hosszabban, vagy rövidebben, gyorsabban, vagy lassabban való lejátszásnál, illetve nagyon kényelmes az, hogyha valamit keresel és felgyorsítod, hát nem kétszeresre, hanem mondjuk másfélszeresre, és jó gyorsan mondja, és oda tudsz léptetni, mondjuk egy előadás szövegénél. A következő az időzítő. Na hát én ezért szeretem ezt az eszközt, mert nem csak annyit tud, hogy jó, beállítok valamit, aztán játsza, amíg le nem állítom, hanem azt is tudja, hogy megadom neki ezzel a kis csuszkával ide-oda huszkodva, hogy hány percig játszon. Nekem ez azért fontos, mert gyakorlatilag elalvás előtt hallgatunk ilyen hangos könyveket, és nyilván elalvás előtt fél másodperccel nem fogom tudni leállítani, és ő azt teszi, hogy 60 perc, vagy esetleg 30 perc, vagy a beállított idő után szépen, ha beállítom, elhalkul és lekapcsolja, függetlenül attól, hogy a szám, illetve az előadás hányadik másodpercébe tart, függetlenül attól, hogy ott a tracknek, tehát a résznek vége van, vagy nincs, ő bizony 30 perc, 60 perc beállított idő után leállítja a lejátszást. A másik elgondolás az, hogy a current, tehát a jelenleg lejátszott rész után kapcsoljon ki, ezt is be tudod állítani, akkor természetesen inaktív a 30 perc. Azt nem tudod, és ez egy hiányosság, hogyha te szeretnéd meghallgatni az 1-estől a 7-esig, akkor a 7-esre rákattintva más tud ilyet, azért mondom, hogy ez hiányosság, és akkor a 7-es után álljon le, nagyjából összedobod a perceket és beállítod. Tehát a track a szám után is meg tudod határozni a leállást, illetve percre is meg tudod. A következő dolog, amit én nem használok, az, hogy ő bizony még a gépet is tudja kezelni. Két leállítási lehetősége van, a suspense meg a lekapcsolás, a shutdown, és ennyi. Ezt is be tudod állítani, idehúzod és ki tudod választani, amikor a beállított időzítő, illetve track vége beállítás elérkezik, akkor lekapcsolja, illetve altatja, hogy így mondjam, a gépedet. Nagyon kellemes megoldás, nem használom, hiszen nálam folyamatosan, ha itt vagyok a környéken, megy a gép. A keresőmezővel hadd ne mondjam el, hogy mit lehet csinálni, keresni tudsz. Na hát ezután jön a beállítási mezők, a beállítási lehetőségek. Scan directory, tehát keressen abba az adott könyvtárba, amit te az elején beállítottál, illetve megmutatom, hogy lehet utólagosan is beállítani. Rejtse el a nem elérhető könyveket. Miért? Mert az is előfordulhat, hogy te egy pendrive-on vagy egy kivehető eszközön, eltávolítható eszközön, lecsatolható eszközön is tartasz hangos könyveket, és bent van az adatbázisba, és te kiúzod mondjuk ezt a pendrive-ot, akkor már ne lásd azokat a könyveket, amiket igazából nem tudsz lejátszani. Na, ez is egy kényelmes dolog. A beállítások. A beállítások nagyon egyszerűek, illetve átláthatóak, nem sok minden van, és valljuk be, a legtöbb olyan, ami adja magát. Azaz az adatbázist erőszakosan, erővel újra olvastatod vele. Ez egy nagyon kényelmes dolog, akkor, hogyha egy jó nagy adag könyvet újra feldolgoztál, és belehelyeztél ebbe a könyvtárba, ami meg van adva, és hát legyen szíves már ő végig beolvasni ezeknek a ID3-as tegjeit, azaz a megjegyzést, olvassa ki az írót, előadót, illetve a címet, és keresgéljen már hozzá képeket, vagy magába a fájba, vagy hogyha nincs, akkor keressen az adott könyvtárba. Oké, egy erőteljes újraszkennelése, újra frissítése az adatbázisnak. Nézzük is meg, hogy ez mit csinál. Ez hamar le fog futni, hiszen pár tucat audiobookot raktam be. Opsz, itt valami probléma van. Igen, ő eléggé kényes a fáj nevekre, azaz, hogyha lehet japán karaktereket nem kéne belerakosgatni, a magyar ékezetes betűkkel dolgozik. Itt felsorolja, hogy mi a probléma, mi lehet a probléma. A másik, amiben belefutottunk, hogy hát rossz
lehet az az adott faj. Előfordulhat egy rossz letöltés, egy sérült fájt is ki fog jelezni. Nem mondja meg, hogy neki mi a nyugje az adott konkrét fájllal, vagy zenével, vagy audiobokkal, hanem csak felsorolja, hogy ezek lehetnek, és elmondja, hogy bizony ezekben talált valami hibát. A következő gondolat, hogy nem validált, nem audiofájlot fog megtalálni, illetve nem ismeri fel a formátumot. Na, ezekbe szoktunk belefutni, hogyha innéd-onnan, hogy leszedegettünk olyan audiofájlokat, amiket hát bizony a kódolásnál olyan kódolással, vagy olyan eszközzel készítettek el, amit szerencsétlen Kozink nem ismer. Ilyenkor mi a teendő? Fogod ezt az egészet, Ctrl-A-val kijelölöd, egy szövegfájlba átteszed, itt nincs nagy értelme, hiszen látható, hogy csak egy darab írótól vagy költőtől egy darab könyvnek a több-több része, ami számára nem alkalmas a beolvasásra, így bizony ezzel kell valamit kezdeni. Mit lehet ezzel kezdeni? Nem minden MP3-as kódolást fog rendesnek, jónak és validnak tartani. Hát a megoldás nagyon egyszerű. Én bevallom őszintén, nagyon egyszerűen áttettem OGG formátumba, OGG formátumba, és utána újra beolvastattam, és kitöröltettem az MP3-as fájlokat, és az OGG-nak, ennek a formátumnak az összes verzióját, legalábbis amit én konvertáltam, azt ismeri. A másik megoldás, ez is egy megoldás, és skriptesíthető természetesen, hiszen az FFmpeg vagy akármi programocskával ezt meg tudod tenni, hogy ezeket a fel nem ismert, általa hibásnak, rossznak, vagy nem validnak talált fájlokat átteszed akármilyen audioformátumban, majd visszakonvertálod MP3-asba, ha ragaszkodsz az MP3-as formátumhoz. Ez egy kis trükközés, előfordul, nem mindegyiket ismeri föl. Egyébként a legtöbb zene lejátszónál beleütközik az ember, hogyha elég nagy bázisa van, tehát elég sok fájt használ, hogy egyeseket nem akarnak lejátszani. Ez az előny annak, hogy mindenki, ahogy éppen kedve tartja, olyan audiofájlokat készít, azaz ezekkel együtt lehet élni. Pár darab van, minden 100-ból talál az ember egy olyan könyvet, egy olyan audiofájt, amivel valamit kell tenni. Azért mondtam, hogy ne lepődjetek még, mert én az első pillanatban azt hittem, hogy Szent István 2 vagy 30-at, elég nagy bázis van. 30-at, és akkor ezek most rosszak, nem? Nem ismeri fel az MP3-as, vagy az adott kódolást, és akkor előadja a szenvedő kacsát. Tehát az egész adatbázist felfrissítettük, túléltük azt a traumát, hogy bizony ki is kiírta, hogy itt probléma van. Hát erről hadd ne beszéljek, jó? A kiírás, illetve a sötétség. Hát bizony, te olyat állítasz be, amilyet akarsz. Figyeljünk rá, hogyha App Image-ből töltöd le, akkor előfordulhat, hogy ez nem működik, hogy nem lesz világos vagy sötét. Én azt mondom, hogy nekem ez a sötét megfelel. Egyéb beállítások, 30 másodperces beállítás legyen, újrajátszásnál automatikusan a médiákat szkennelje, azaz a megadott útvonalat szkennelje, vagy a pendrive-ot szkennelje, hogyha bedugod. Én ezt kiszoktam kapcsolni, hiszen vannak olyan könyvtáraim, amiben vannak audiofájlok, mondjuk esetleg ennek a videónak a készítés közben kicsapatott, tehát kiexportált audio része és annak a vágott része is, hát azért bizony ezeket ne rakosgassa már be ebbe a könyvtárba, és a levezetés mennyi legyen, tehát lejár mondjuk a 30 percet, akkor a végén 15 másodperc alatt halkuljon el a zene. Ezt nem szoktam használni, kényelmes, szép, nem használtam, de hogyha neked tetszik. Na hát a következő beállítás egyértelmű, hol vannak azok a audiofájlok, amivel én foglalkozzak. Hát itt fogod megadni neki, hozzá tudsz adni még plusz könyvtárat, illetve hát ami nem kell, azt már ki tudod venni belőle, hogy ha olyan van, mondjuk, hogy egy külső Winchesteren, vagy egy Winchesteren vannak az audiofájlok, és megadod annak a Winchesternek az elérési útvonalát, és ott vannak olyan könyvtárak, amiben nem kéne neki keresgélni, akkor a fekete listához hozzá tudsz adni. Tehát, hogyha van 10 könyvtár, abból 5-be van olyan, amivel feldolgozott, szépen összerakott audiokönyveid vannak, és
Van öt, amiben egészen mások, mondjuk ezeknek a videóknak, amit készítek, zene része, hang része, egyebek, vágandó vagy egyéb dolgok, azokat bizony fekete listára teszed, kizárod a keresési útvonalból, és boldogan mit látsz? Természetesen boldogan azt látod, hogy csak azok a könyvtárak, azok a audiobookok fognak itt megjelenni, amiket te éppen nem zártál ki, és nagyon szépen tudod szabályozni. Hát bizony, ezt meg pedig már ismerjük, és ennyi, gyakorlatilag ennyit tud. Azért szeretem, mert nagyon szépen beállítható az, hogy mibe keressen, mit lásson, és mi az, amit te szeretnél besorolni az író vagy a felolvasó, illetve hát képek is vannak. Arra még nem tértem ki, nemes egyszerűséggel átléptem, elég helytelenül. Hát bizony, van itt a beállítások között a tároló fölött egy olyan, hogy hát milyen JPG-PNG képeket vegyen figyelembe. Kettő darab beállítási lehetőség van, illetve gyakorlatilag azt mondjuk meg neki, hogy mi az, amit előtérbe helyezzen. Én ezt a beállítást használom, és ez vált be nekem. Én úgy gondolom, hogy ha neked olyan audiofájlaid vannak, amivel mindegyikben ott van a kép, mert bele tudod tenni az ID3-as tegekbe egy képet, egy nézőképet, ami nagyon kényelmes, sok könyvnél macerás, hogy a gyárilag nincs bent, akkor bele tudod rakni, akkor mi a kérdés? Az a kérdés, hogy ezt a fájlba tárolt képet jelenítesse meg itt neked, vagy pedig a adott könyvtárba, ahol ezek a fájlok vannak. Látható nálam elég rendezetten vannak ezek az audio fájlok. Ezek bizony ott képekkel is rendelkeznek. Tehát megnézze azt, hogy abban a könyvtárban van-e JPG, PNG vagy egyéb kiterjesztési fájl, és azt helyezze be a fájlba lévő kerüljön, behelyezésre, ha van, vagy a könyvtárban lévő kép kerüljön behelyezésre, ide berakása, hogyha van. Figyeljetek arra, itt is vannak ilyen hiányosságok, illetve trükközések. A JPG fájlokat általában felismeri, meg a PNG fájlokat is felismeri, de a JPG fájlokat nem mindig ismeri föl, ezért, hogyha ilyenek vannak, érdemes átnevesíteni őket JPG-re, JPG, nem tudom, hogy ezt a kiterjesztést miért nem annyira szereti, meg előfordul időnként, hogy PNG-k közül sem ismer fel mindegyiket, ilyenkor el- és visszakonvertálja az ember, aztán megoldodik. Oké, köszi szépen, hogy meghallgattatok. Igazából túl sokat is beszéltem erről a témáról, hiszen ez egy faék egyszerűségű, a lejátszók közül talán a rendező, rendszerezők közül a legegyszerűbb, hiszen itt az ID3-as tegeket nem tudod piszkálgatni, beállítani, meg nincs 500 féle beállítási lehetőség, nincs equalizer, amivel beállítod a hangszíneket, meg egyebeket, hanem mi van? Egy egyszerűen rendszerezett és jól átlátható tároló eszköz kapsz, rendszerező eszköz kapsz, aminek megvan az a nagyon-nagyon jó tulajdonsága, ami nekem nagyon kell, hogy egy idő után bizony kapcsolja már le a hangot, halkítsa le a hangot, és fejezze be a működést. Miért? Hát természetesen azért, mert nekem az a célom, hogy elolvás után bizony reggelig ne szóljon a zene, vagy ne szóljon a hangos könyv, hanem kapcsolja le. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok, és mindenkit arra biztatok, és erre nagyon figyeljetek, miről beszéltem én. A Magyar Elektronikus Könyvtár a MEC-nek a hangos könyveire tértem ki. És nem arra biztatok, és mindenkinek azt javaslom, hogy ne is csináljon ilyet, hogy mindenféle torrent oldalakról innét-onnan leszedje az illegális, tehát az ő felhasználására nem bocsájtott, nem szabad felhasználású hangoskönyveket, hiszen a hangoskönyvek nagyon nagy része bizony jogvédett, hiszen az írójé a jog, hogy ő megmondja, hogy te megveheted-e azt a könyvet, vagy neked odaadja ezt a könyvet ingyenesen, a felolvasó kiadónak a joga az természetesen, hogy eldöntse, hogy ezt a hangos könyvet, például ezeket,
a te rendelkezésedre bocsátja-e ingyen, vagy bemehetsz az internetes áruházba, és jó kis pénzért megveheted őket. Erre figyelj, csak jogtiszta dolgokat érdemes használni, hiszen böcsületes ember nem lopja el a másik munkáját. Nagyon sok, több, inkább így mondom, olyan ember van, aki vállalta azt, hogy egy könyvet felolvas, ingyenesen a rendelkezésedre bocsátja, egy honlapot be is linkelek a cikk végére, hiszen onnan nagyon-nagyon sok nagyon jó hangos könyvet, jól felolvasott, profi módon felolvasott hangos könyvet tudsz letölteni, aminek a felhasználásáról pedig hallgatásáról te döntesz. Köszönöm szépen, sziasztok, sziasztok!